Sziasztok, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Ma szeretném folytatni a bizalommal kapcsolatos tanítást, és itt szeretnék arról beszélni, hogy mi a különbség a hit és a bizalom között. Ugye sokszor a hit az elvisz bennünket, a hitnek a harca, az sokszor elvisz bennünket egy adott szintig, és utána pedig, amikor megállunk, akkor nem értjük, hogy hát mindent megtettünk, amit Isten igéje mond, mindent hiszünk, mindent megtettünk, arról beszélünk, ami az Isten igéje, amit Isten elvár tőlünk, és mégis megállunk egy pontnál, ahol még nem történik áttörés. És ez az a pont, ahol az ember életében, szívében bejön egy olyan változás, amihez az embernek a szívét rá kell támasztania az Istenre. És erről beszél Jézus, amikor a vérfolyásos asszony megérintette az ő ruháját, és azt olvassuk, hogy ez az asszony elhitte azt, amit Jézusról hallott, annak ellenére, hogy 12 éve benne volt egy nagyon nehéz és nagyon hosszú betegségben, és mégis elérkezett egy olyan pontra, amikor hallott Jézusról, és kellett bíznia abba, hogy amit hall Jézusról, azt elhiszi, és azt szerint cselekszik, és azt szerint beszél. És meg is érintette Jézusnak a ruháját, ugye a szegélyét, a ruhájának a szegélyét, a bojtjait megérintette, és amikor megérintette, akkor két dolog történt abban a pillanatban. És innen látszik, hogy a hitével minden látható körülmények ellenére és minden tünet ellenére a hitével beindította Istennek az erejét, és Jézus meg is érezte, hogy erő áradt ki belőle. Ezt ő mondja is, ugye, hogy érzi, hogy egy erő, Istennek az ereje, gyógyító ereje kilépett belőle, és átment a ruháján keresztül az asszonyba. És ez az asszony is, azt olvassuk, hogy abban a pillanatban, amikor megérintette Jézust, át is vette a gyógyulását, és a látható tünetei ellenére tudta belülről, hogy megtörtént az áttörés. Annak ellenére, hogy még nem gyógyult, tehát a fizikailag még nem gyógyult meg. De átvette a gyógyulását, és belül meggyőződésre jutott a szívében azzal kapcsolatban, hogy megvan a gyógyulás, megtörtént, és áttörés jött az életébe ezen a területen. És mégis Jézus azt mondja neki, hogy bízzál, lányom, a te hited meggyógyított téged, eredj el, és gyógyulj meg a te bajodból. Tehát látszik az, hogy valami megtörtént ott abban a pillanatban, a hitével eljutott egy pontra, ahol az Istennek az ereje kiáradt az életére, eljutott egy olyan pontra, amikor ő maga is belül meggyőződésre jutott, hogy ez megvan. Mégis azt mondta Jézus, tehát azon a pontnál ott megállt, azon a szintnél ott úgymond megállt a változás. Tehát a láthatatlanban már megtörtént, de a tünetek szintjén még nem történt meg az áttörés. És ennél a pontnál azt mondja Jézus az asszonynál, hogy oké, te eljutottál egy pontig, egy szintig, de innentől kezdve azt mondja, bízzál. Most jön a bizalomnak, az Istenre való támaszkodásnak az ideje, és amíg meg nem mutatkozik a változás az embernek a testében,
fizikailag tüneteknek a szintjén, egy bizalmi állapotban kell, hogy legyen az embernek a szíve, hogy mégis végig megy a gyógyító erő a fizikai testében, és teljesen meg fog gyógyulni minden bajából. Tehát egy várakozási időszak indul el, miközben eljutott ahhoz a ponthoz, és eljött ahhoz a szinthez, amikor a hitét működtette, ugye, mert azt mondta ez az asszony, hogy hallott Jézusról, ugye a hit az az Isten igéjének a hallásából származik, tehát hallott Jézusról, hit jött létre benne, kimondta a hitét, a meggyőződését, mert azt mondta, hogy oda megyek, megérintem és meggyógyulok, és utána megtette a hitnek a cselekedetét, és oda ment és megérintette Jézust. És itt megállt. És azt mondja Jézus neki, hogy most jön a bizalom, innentől kezdve a hit helyébe úgymond a bizalom lép, igazából majdnem ugyanaz a kettő, csak az egyiknél az ember egy aktív szerepe van az embernek, amíg eljut arra a szintre belül, a szívében, és amikor eljut a bizalomnak a szintjéhez, akkor ott átadja igazából a munkát Istennek, és Isten dolgozik ő érte, most így mondom. És tehát a bizalomban beindul egy várakozás, hogy oké, mindent megtettem, és most várunk, hogy Isten is mindent megtegyen. Erről beszél a 40. Zsoltárban Dávid, amikor azt mondja a második versszaktól, azt mondja, várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta a kiáltásomat. Tehát egy várakozási időszak indult el, és a várakozási időszakban azt mondja, várván vártam, tehát nagyon vártam az Urat. És azt mondja, hogy ebben a várakozási időszakban lecsillapodik az embernek a lelke, ugye megnyugszik az embernek a lelke, minden aggodalom, félelem, stressz átmegy, tehát kimegy az ember lelkéből, és így tud várni, ugye ez a 37. Zsoltárban van, hogy csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Tehát csendesedj el, nyugi legyen az életedben, és egy várakozás lép föl, de nem egy feszült várakozás, bár van benne feszültség, de ez a nyugalom, ez a várakozás egy magabiztos várakozás. Nem is az ember magában biztos ilyenkor, hanem hogy az Úr megteszi azt, amit ő megígért, hogy megteszi. És azt olvassuk, hogy ebben a várakozási időszakban, az eredeti héber nyelvben, a várakozásban az, hogy várván vártam, ez benne van az, hogy vajudik, szül, létrehoz, alkot. Tehát a háttérben egy szülés, tehát úgymond idézőjelben egy alkotás, létrehozás történik az ember életében, és ebben a szóban benne van egy gyötrődés is, tehát gyötrődés, vajudás, létrehoz, alkot, szül, tehát ilyeneket jelent ez a szó, hogy miközben az ember várakozik, ebben a várakozásban van egy nyomás, egy teher, egy gyötrődés, de mégis egy olyan nyugalom van benne, hogy közben Isten létrehozza az ember számára a hitének a tárgyát, vagy amit ő megígért, azt megvalósítja az embernek az életében. Tehát itt azt mondja, hogy várván vártam az Urat, és hozzám hajolt. Tehát lehajol az Úr hozzád. Lehet, hogy várod az Urat, még mindig nem hajolt le. De azt mondja Dávid, hogy várván vártam, tehát továbbra is vártam. És egyszer csak megjelent abban a helyzetben az Úr is. És azt mondja, hogy lehajolt hozzám,
és meghallgatta a kiáltásomat. Tehát Isten ima meghallgató Isten, van füle. Isten meg tudja hallgatni a kiáltásunkat, és reagál rá, válaszol rá, akármilyen nehézségben vagy benne. Tudd meg, hogy Isten le fog hajolni hozzád. Tudd meg, hogy Isten meghallgatta a kiáltásodat, ez teljesen biztos. És le fog hajolni, és meg fogja mutatni a szabadítását az életedben. Azt mondja, kivont engem, tehát úgy folytatja a 40. Zsoltár a 3. verszakban, hogy kivont engem a pusztulás gödréből. Tehát nem kell az embert eltemetni, nem fog belehalni abba a betegségbe. Azt mondja, kivont engem a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, és sziklára állította fel a lábamat. Tehát Isten az a kőszikla, akiben meg lehet bízni. Jézus Krisztus arról beszélt Péter apostolnak, hogy ezen a kősziklán, tehát a kijelentésnek a kőszikláján, sőt ez a kőszikla Jézus Krisztus, mert ő az az alap, akire lehet építkezni, azt mondta Pál apostol a korintusi levélben, hogy Jézus Krisztus mindenki, minden hívő Jézus Krisztusra épít. És ő az alap, és ez a kőszikla az Jézus Krisztus, és az az ige, nem csak a testélet ige, hanem az az ige, amit a Szent Szellem a kijelentés és a megvilágosodás erejével áthat. Ugye nagyon fontos, hogy Pál apostol is beszél arról, hogy van ilyen, hogy egy hívőnek, nem mint New Age-es, vagy mint buddhista, vagy keleti vallásokban, de meg kell, hogy világosodjon a belseje. És Pál apostol arról beszél, hogy Isten kiárassza az ő szellemét, a kijelentésnek a szellemét, a bölcsességnek a szellemét, hogy a hívő ember, a hívő embernek a szíve megvilágosodjon, és lásson, belelásson a láthatatlan dolgokba. És Jézus Krisztus arról beszél Péter apostolnak, hogy nem a Péter apostolra építi az egyházat, hanem önmagára, és a kijelentés erejére építi az egyházat, mert elég ingatag lenne az egyház, hogyha Péter apostolra kéne építeni, akire utána nem sokkal ezután azt mondta Jézus neki, hogy távozz tőlem, Sátán, mert az emberi dolgokra nézel. És később ugye Péter apostol meg is tagadta 3-szor Jézus Krisztust, hogy ismeri. Tehát Jézus Krisztus ennél sokkal stabilabb alapra, önmagára, illetve a testélet igére, Isten a testélet igére és a kijelentett, a Szent Szellem által kijelentett igére építi rá az egyházat, amin a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Tehát ha mi épületünk Jézus Krisztusra épül, és a mi életünk a Szent Szellem által kijelentett Isten beszédére épül, akkor a pokolnak a kapui sem vesznek, tehát a pokolnak a legerősebb, a sátánnak a legerősebb hadserege sem tud diadalt venni, vagy legyőzni az egyházat és az embereket, a hívő embereket. És azt mondta Jézus a Lukács evangéliumának a 10. fejezetében, amikor visszajöttek a tanítványok, és elmondták, hogy ők hirdetik az evangéliumot, és tényleg kimennek Jézus nevében a démonok, és meggyógyulnak a betegek Jézus nevében, akkor azt mondta Jézus nekik, hogy azon örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az életnek a könyvébe, és azt mondja, hogy a skorpió kígyókon és skorpiókon fogtok taposni, és az ellenség minden erején, és nektek pedig nem fog semmi sem ártani. Tehát ez a kijelentés, ez a kenet, a Szent Szellemnek ez a működése egy hívőnek az életében, a kenetben való járás,
és a Szent Szellemben való járás az megvédi és megoltalmazza az embert az ártó, a sátának az ártó szándékaitól. És ráadásul minden ereje, tehát minden erején, a sátán minden erején léphet az ember, úgy, hogy közben neki semmi nem árthat. Ezt a hatalmat Jézus Krisztus nekünk adta, de az a feltétele, hogy ebben a hatalomban járjunk, hogy a kenetben éljünk, kenetben járjunk, a Szent Szellemben hozzunk döntéseket, és a Szent Szellem vezetésében éljünk és járjunk. És azt mondta, a visszatérve a 40. Zsoltárhoz, hogy sziklára állítja a lábunkat. Tehát Isten azt akarja, hogy stabil kősziklán legyen az életünk, hogy ne tudja kimozdítani az életünket az ellenség. És ugye, amíg csak beszélünk erről, addig nem fog működni. Azt mondta Jézus, hogy a kősziklára úgy lehet építeni, hogy a bölcs építőmester a kősziklára úgy tudta építeni a házát, hogy leásott a sziklára, és oda betonozta be a házát. De hogyan? Azt mondja, hogy az az ember tudja ezt megcsinálni, aki nem csak hallgatja Jézus Krisztus beszédét, nem csak hallgatja Isten igéjét, hanem azt olvassuk, hogy meg is cselekszi az Isten igét. Ez a titka, a hívő győzelmének ez a titka, hogy nem egy teológiai ismeretet gyűjtünk be magunkba, pedig ez is kell, tehát tudományt is kell a hitünk után gyűjteni, és a cselekedeteink után gyűjteni. Tehát kell, hogy tudomány legyen az életünkben, viszont a kősziklára való építkezés, a stabilitás az az igének a megcselekvése, és az Isten igének való engedelmesség. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor kősziklára épül az épületünk, és azt olvassuk, hogy sziklára állítja fel a lábunkat Isten, hogy mondta Mózesnek is, hogy gyere Mózes, azt mondja, gyere, van hely nálam a kősziklán. Tehát Istennél van hely. Isten igéje kősziklát biztosít az embernek, az életnek a különböző viharaival, problémáival, bánatával, szomorúságával szemben, és azt mondja neked is, és nekem is, ma is, hogy gyere, gyere, van hely nálam a kősziklán. De ez az kell, hogy mi ne csak hallgassuk az Isten igéjét, hanem meg is cselekedjük az Istennek a beszédét. És azt mondja itt, hogy sziklára állította fel a lábamat, és nézzétek meg, azt mondja, megerősíti a lépteimet. Tehát nem ingoványos talajon fogunk járni, nem csúszkálós talajon fogunk járni, hanem megerősíti a lépteinket, stabilan tudunk lépni hitből hitbe, erőről erőre, ahogy mondja Isten igéje, dicsőségből dicsőségbe, amíg eljutunk a Sionra, és így járunk napról napra. Tehát nem ingoványos talajra vezet bennünket Isten, hanem megerősíti a lépteinket az Isten igéje és Isten szelleme által, ha megcselekszük az Isten igéjét. Isten azt mondja, hogy új éneket adott a számba az Istenünknek a dicséretét. Tehát nagyon fontos, hogy miközben az ember a hit gyakorlásban van benne, és utána elérkezik a bizalom szintjéhez, akkor nagyon fontos, hogy az ember tudja dicsérni Isten. Tehát ne a problémáiról beszéljen, hanem éneket ad Isten az ember szájába, spirituális éneket, nem csak értelmileg, tehát magyar szöveggel, hanem, vagy úgy magyar szöveggel, ugye inspiratív módon, nem is kell, hogy rímeljen, de az ember elkezd dudorászni, és elkezd olyan szavakat kimondani, magyarul is, ami tehát egy inspirált a bensejéből, a szívéből jön,
és így ad új éneket az ember szájába Isten. Vagy nyelveken elkezd énekelni az ember. De a lényeg az, hogy a bizalomnak a fázisá, tehát a bizalom a várakozás idejében, ahogy mondja itt Dávid, hogy várván vártam az Urat, és ebben a várakozási időszakban Isten éneket ad a szívünkbe, dicséretet ad a szívünkbe, dudolászik az ember, ahelyett, hogy panaszkodik, vagy elmondja a nyomorúságát, a bánatát mindenki másnak. De a szabadulás az attól van, hogy Istennek éneklünk, dicsérjük az Urat. És tudjátok, a Bibliában nagyon sok helyen van erről szó, hogy amikor Isten emberei dicsérték az Urat, magasztalták az Urat egy ilyen várakozási időszakban, akkor tehát akkor szabadulást tapasztaltak meg. Például ilyen volt Josafátnak az esete, hogy azt mondták nekik a próféták, hogy tehát volt egy próféta, amikor nagyon sokan megtámadták a judeai királyságot, a déli királyságot, akkor azt mondták, hogy menjetek és énekeljetek. És az egész nép elindult egy irtózatos nagy hadsereg ellen, úgy, hogy énekeltek. Hát érdekes ez. És ahogy énekeltek, abban a pillanatban Isten beavatkozott, és egymás ellen fordította az ellenséges erőket, és legyőzték egymást, úgyhogy elpusztultak. És mire odaértek a júdeaiak, a zsidó emberek odaértek énekelve, Istent magasztalva és bízva Istenben és az ő prófétáiban, a bizalomnak ezen a lépcsőfokán, csak azt látták, hogy zsákmányolni való lett nekik. És Isten ezt akarja a te életedbe is, és az én életembe is, hogy a dicséret jöjjön ki a szánkból, új éneket énekeljünk, és az új ének hatására Isten elkezdi kinyújtani a kezét, és elkezdi az ellenséges erőket összezavarni, és elpusztítják magukat, most így képletesen mondva a szellemi lények, tehát a működés képtelenné teszik egymást, és mi nekünk már csak az maradt, hogy azok a javak, dolgok, amikre az ellenség rátette a kezét, azok átkerüljenek hozzánk, megragadjuk ezeket a dolgokat hitáltal, és birtokba vegyük. Ugyanez volt Pál apostolnál az új szövetségbe, amikor Filippi városában Szilás apostollal együtt hát elkapták őket, megverték őket, és kalodába zárták őket egy börtön rendszernek a legalsó részébe, kalodába. És ezek az emberek, az apostolok a botütések ellenére, a fájdalmak ellenére énekeltek, bíztak az Úrba, hogy csak meg fog szabadítani, mert emberek nem tudnak itt távol a hazánktól megszabadítani, kihez írnánk valami kérvényt, senkihez nem tudunk fordulni, mert ennek a városnak a vezetői mind ellenünk vannak, ki tudna innen kiszabadítani bennünket, ha nem Isten. És ott a kalodába zárva, a kezüket, lábukat kalodába zárták, és mégis az apostolok, azt olvassuk, hogy éjfél, tehát az estében énekeltek az Úrnak, dicsérték az Urat. Ahogy itt mondja, hogy várták az Urat, és új éneket adott Isten a szájukba. Énekeltek, magasztalták az Urat, és egyszer csak éjfél tájban azt olvassuk az apostolok cselekedetei 16. fejezetében, hogy Isten kinyitotta a kalodákat, kinyitotta a börtönajtókat, kinyitotta a bilincseket, a kötelékeket, leszaggatta róluk, tehát leestek róluk, és szabadulást tapasztaltak meg. Így lesz a te életedbe is, az én életembe is, hogy akármilyen nehéz helyzetben vagy benne, akármilyen sötét helyzetben vagy benne, akár, hogy nincs kilátás ebből a helyzetből, amiben benne vagy, vagy akár, hogy van az, hogy emberek nem tudnak segíteni abban a helyzetben, amiben benne vagy, vagy nem látsz kiutat, segítséget,
Tudd meg, hogyha Istent magasztalod, Istent dicséred, a sötétségnek a legrosszabb órájába, vagy a legsötétebb órájába, éjfélkor Isten meg tudja nyitni a bilincseidet, a láncaidat, ki tudja nyitni a börtön ajtódat, és meg szabadulás fog jönni az életedbe. Tehát ezért nagyon fontos a dicséret, a magasztalás, mert ez egy szellemi fegyver a hívőknek a kezében. Nem csak a megvallás, nem csak Isten igének a megvallása, vagy Jézus nevének a használata, hanem például a dicséret az egy óriási fegyver a hívőknek az életébe. Isten nagyon sok mindent el tud végezni a hívőnek az életében, a dicséret közben. És olvassuk itt a 4. verszakban, hogy új éneket adott számba, ami Istenünknek dicséretét. Azt mondja, sokan látták, és megfélemlettek, és bíztak az Úrban. Tehát az ember, amikor átadja az életét, átadja a száját, a nyelvét, hogy ne a panasznak a szava jöjjön ki, ne a sírásnak a szava jöjjön ki, hanem a dicséretnek a szava, akkor azt olvassuk, hogy sokan ezt fogják látni, ezt a szabadulást, és ők is még jobban fognak bízni az Úrban. 5. verszak azt mondja, boldog ember az, aki az Úrba vetette a bizodalmát. Tehát látjátok, hogy a bizalom ragadós. Ha te tudsz bízni az Úrban, akkor az, aki veled kapcsolatba áll, és látja, hogy Isten hogy avatkozik be az életedbe, ő is bízni fog az Úrban. És azt mondja, hogy boldog az az ember. Tehát látjátok, hogy a boldogság tehát nem csak a földi javaknak a birtoklása, hanem a boldogság, az igazi boldogság, mert ez is kell, tehát ahhoz, hogy boldog legyél, kellenek földi javak is az embernek, és Isten megadja azt, de az elsődleges boldogság az embernek, az a bűneinek a bocsánata. Ahogy mondja Dávid a 32. Zsoltárban, hogy boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Tehát hiába van sok pénzed, de ha bűnt tulajdonít neked az Úr, akkor mindig visszaesel egy boldogtalan állapotba. És mindig úgy érzed, hogy valahogy a földi javak vagy élmények kellenek ahhoz, hogy valahogy boldogabb legyél, de igazából amikor megkapod azt, akkor utána megint visszaesel a boldogtalanság állapotába. A boldogságnak a szintjébe úgy tudsz maradni, hogyha az Úr megbocsájtotta a bűneidet, és nem tulajdonít neked bűnt. A másik, amit itt mond Isten igéje az 5. verszak, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette a bizodalmát. Tehát, hogy azok az emberek tudnak boldog emberek lenni, akik a bizalmuk nem az anyagi javaikban van, tehát nem a gazdagságukba bíznak. Legyél gazdag, de ne a gazdagságodba bízzál. Vagy mások azt hiszik, hogy attól boldogok, hogy valakivel kapcsolatban állnak. És persze jó, hogyha az embernek vannak kapcsolatai, és tehát olyan emberekkel is van kapcsolata, akivel másoknak nincs, de ne ebbe bízzon az ember, ne emberben bízzon, mert akkor átokjon az embernek az életébe. Ugye, amikor azt mondja Jeremiás próféta a 17. fejezetben a könyvében, hogy átkozott az az ember, aki emberben bízik, és testbe helyezi a bizalmát. De áldott az az ember, aki az Úrban bízik. Tehát az áldása, tehát legyél kapcsolatban emberekkel, és nagy hatalmú emberekkel is legyél kapcsolatban. De a bizalmad az ne abban legyen, hogy azok az emberek meg fognak téged védeni, hanem az Isten fog érted cselekedni. Istenbe bízzál, és Isten fel fog használni embereket is, és földi javakat is, hogy szabadulást tapasztaljál meg. De a bizalmad az ne a földi, mulandó dolgokban legyen, hanem Istenben. Mert az ember is egy pára itt a földön. Ma van, holnap nincs. Ma látod, holnap
eltemetik, és nem is találkozol vele. Hiába beszéltél meg mondjuk egy találkozót, hogy majd egy hét múlva találkozunk. Egy hét az hosszú idő. Egy hét alatt általában, ha elmegy az ember a földről, egy hét alatt még el is temetik. És ennyi volt. Tehát Isten azt akarja, hogy ne bizonytalan dolgokba vessük a bizodalmunkat, hanem biztos, stabil dolgokba, és ez csak Isten ilyen stabil dolog, tehát stabil személy, és Isten igéje a stabilitást, ami adja az életünkbe. Tehát itt azt mondja, hogy boldog ember az, aki az Úrba vetette a bizalmát. Tehát ez a boldogság, ez állandóan utántöltést kap az ember az Úr személyéből. És azt mondja, nem fordul a kevélyekhez és a hazugságra vetemedettekhez. Miért? Mi fog történni a bizalommal, a várakozással? Azt mondja a 6. verszak, sokat cselekedtél te, Uram Istenem. Tehát Isten elkezd cselekedni. Tehát gyakorlatilag az történik, hogy Istennek átadjuk a terepet, hogy ő tudjon cselekedni. Tehát ez történik, amikor az ember az Úrba veti a bizalmát. Amikor az ember nem bízik az Úrban, vagy az Úrban is bízik meg emberekben is, akkor sokszor Isten várakozik ránk, hogy na mikor jut el egy olyan pontra, amikor átadja a bizalmát, átadja a szívét nekem, hogy én is cselekedni tudjak ebbe a helyzetbe. Tehát sokat cselekedtél te, Uram Istenem, a te csodáiddal és terveiddel miértünk. Tehát Isten akar cselekedni, azt mondja Isten igéje. Isten akar cselekedni értünk akar cselekedni, és akar csodákat cselekedni az életünkbe, és az ő terveit, a jó, kedves, tökéletes akaratát, szándékait, terveit meg akarja valósítani az életünkben. És azt mondja utána a 12. verszak, hogy tehát folytatódik a 40. Zsoltár, és a 12. verszaktól ad egy ima mintát nekünk, hogy a várakozási időszakban, a bizalomnak az időszakában, hogy körülbelül hogyan imádkozzunk. És azt mondja például a 12. verszak, hogy közben valami ilyesmi imát mondjunk el mi is, hogy te, Uram, ne tartsd vissza tőlem az irgalmadat, kegyelmed és igazságod mindig megóvnak engem. Tehát az ember miközben bízik az Úrban, és várja, hogy Isten megcselekedje a csodát, és az irgalmát, tehát a csodát, a szándékait, a terveit, a jó, kedves, tökéletes akaratát az életében, akkor azt olvassuk, hogy úgy imádkozik az ember, vagy úgy imádkozzon, hogy appellál Isten irgalmasságára. Hogy Uram, te irgalmas vagy. Hogy Uram, te ne fogd vissza a te irgalmadat tőlem. Hogy Uram, te könyörülj rajtam, mert te könyörülő Isten vagy, és te azért vagy fenséges, ahogy mondja a Zsoltáros, hogy könyörülni tudjál. Tehát ugye a könyörületesség, az irgalmasságban Isten nem az szerint bánik velünk, ahogy megérdemelnénk. Amikor a vakember Jerikóban, ugye a Bartimeus meg a barátja megszólították Jézust, akkor pontosan erre appelláltak, hogy Dávid fia, könyörülj rajtunk. Tehát ahogy itt is mondja a Zsoltáros, hogy könyörülj rajtam, Uram. Azt mondja, ne tartsd vissza tőlem az irgalmadat. Tehát jó, hogyha így imádkozunk, hogy Istent megszólítjuk így, hogy irgalmaz, könyörülj rajtunk. A 13. verszak, nézzétek meg, azt mondja, mert bajok vettek engem körül. Tehát az ember elmondja az Úrnak, hogy Uram, bajok vettek körül.
azt mondja, amelyeknek számuk nincsen. Tehát az ember elmondja Istennek, hogy miközben vár rá, hogy várván várom az Urat, és bízok az Úrban, és a bizalmamat beléd vetettem, Uram. Kérlek, hogy ne tartsd vissza az irgalmadat, ne tartsd vissza a könyörületedet, hanem áraszd ki rám a te kegyelmedet, hogy a te jó indulatod nyilvánuljon meg az életembe, és a te áldásod, és a te kegyelmed, és a te jóságod nyilvánuljon meg az életembe. Így elmondja az ember az Úrnak, hogy bajok vettek körül. Tehát látjátok, hogy azt mondja, számuk nincsen. Tehát olyan sok. És mégis látjátok, hogy a bajok, értitek, hogy Dávid király miért szabadult meg mindig az ellenségtől? Miért fordult át mindig győzelembe az élete? Mert ő azt mondja, hogy nagyon sok baj körülvette őt, de mégis bízik az Úrban, mégis várja az Urat, és mégis a bajai a sok-sok-sok baja között dicséri Istent, és Isten új éneket ad a szájába. Tehát látjátok a sikernek a kulcsát? Az, hogy Dávid nem ment el panaszkodni, Dávid nem ment el siránkozni, Dávid nem a keserűségét öntötte ki a szívéből, hogy mások is megkeseredjenek, hanem azt mondja, hogy miközben számtalan bajom van, én a közben várlak téged, bízok benned, és új énekkel dicsérlek téged, amit te adsz a számba. Tehát inspiratív állapotban volt. Ugye tudjátok, hogyha az ember sokat panaszkodik, sokat kesereg, akkor elmegy a kedve még az imától is. De nézd meg, hogy az, hogy Dávidnak a szájába Isten új éneket adott, hogy Istennek a dicsérete fakadt fel a szívéből, az azt jelenti, hogy a sok baj és nyug és probléma, ami aggodalmat, félelmet és mindenféle dolgot kellett volna kiváltani belőle, azt nem engedte meg Dávid, hanem a szívét inspiratív állapotban tartotta, és tudott a sok baj közepette is a szíve inspirálódni. És új énekkel dicsérni az Urat. És azt mondja itt, hogy sok baj vett körül, és ezzel szembesítette az Urat. Uram, bajban vagyok. Ráadásul sok bajban vagyok. Tehát ezzel tehát nem embereket terhelt le, hanem az Urat terhelte le. És azt mondja, utolértek a bűneim, amelyeket végig sem nézhetek. Számosabbak a fejem hajszálainál, és a szívem is elhagyott engem. Tehát látod, hogy mi történik, hogy amikor várakozik az ember, bizodalma van az Úrban, akkor az ember ránéz a szívére, rátekint a szívére, és a szívét megvizsgálja. Hogy húha, elrontottam valamit? Húha, valamiből meg kell térnem? Valamit változtatnom kell? Tehát erről beszél itt, hogy az ember őszintén megvizsgálja a szívét. És figyel a Szent Szellemre, hogy milyen vízhang jön vissza a szívéből, hogy azt szerint tudja lerakni ezeket a dolgokat az életéből, hogy ne legyenek nyitott ajtók a sátán számára, a bűn számára, démonok számára, gonosz angyali lények számára, hanem ezek az ajtók be tudjanak záródni, és Istennek a gyógyító, szabadító ereje rá tudjon áradni az emberre. Tehát azt mondja, hogy 14. verszak, tetszen, Uram, neked, hogy megments engemet, siess, Uram, a segítségemre. Tehát látjátok, Dávid sietteti az Urat, siess, Uram, siess, tetszen neked megszabadítani engem, és tetszen neked a segítségemre sietni. És azt mondja utána,
hogy szégyenüljenek meg és piruljanak mind, akik életemre törnek, hogy elragadják azt, tehát minden ellenséges, pusztító erőt, azt mondja Dávid, hogy ezek az erők megszégyenüljenek. És ugye erre mondja Ézsaiás könyve, hogy egyetlen egy fegyver, amit ellenet készít az ördög, az nem lesz jó szerencsés. Ugye nekünk, neked és nekem az igazi harcunk a szellemi. Tehát ha problémáid vannak emberekkel, akkor maximum az ördög felhasználja azokat az embereket, hogy rád törjenek, hogy gyalázzanak, bajokat okozzanak, de az igazi problémád az az ember mögötti sátáni lény. És ezért mondja Pál apostol az Efézusi levélben, hogy nekünk nem testtel és vérrel van harcunk. Tehát a test és a vér az emberen keresztül, tehát a testen és a véren keresztül tapasztaljuk meg ezt a harcot. Tehát azon az emberen keresztül. De ha te leállsz az emberrel harcolni, akkor azt fogod észrevenni, hogy nem a sátán ellen fogsz küzdeni. Tehát ha igazából akarsz harcolni, akkor nem testtel és vérrel fogsz. Nyilván megteszed azokat a józan lépéseket, amivel le kell zárni emberek számára is a lehetőséget, hogy támadjanak, de az igazi harc az ember mögött van. És általában igazuk van azoknak az embereknek, akik azt mondják, hogy ha leállsz emberekkel küzdeni, akkor a sátánnak befolyást adsz az életedbe. De ha a sátánnal, tehát a gonosz lényekkel szellemi harcban ellenállsz, amik embereken keresztül jönnek, akkor győztessé tudsz válni, és abban a helyzetben ki tudod harcolni a győzelmet. Amúgy pedig egy vége láthatatlan, tehát emberi torzsalkodás, civakodás indul el, aminek soha nem tud vége lenni, csak a halál választ el. Tehát el kell dönteni, hogy az ember hogyan akar küzdeni, szabályszerűen a hit harcát akarja megharcolni, vagy testi módon, testi eszközökkel, dolgokkal akar ebben működni. De nézzétek meg, azt mondja, hogy ha Isten segítségül hívod, akkor megszégyenülnek azok az emberek is, és pironkodnak azok az emberek, akik rád törnek, az életedre törnek. És azt mondja, hogy nem fog sikerülni nekik az, hogy a bajodat kívánják, lehet, hogy előidézik a bajt, de te meg fogsz szabadulni, hogy Dániel próféta is megszabadult, ugye az oroszlánok verméből, és azok, akik bajt okoztak nekik, ők kerültek bajba. Ha megengeded Istennek, hogy harcolja a te harcaidat, te harcolod az Isten harcait, Isten harcolni fogja a te harcaidat. Dániel prófétát a társai, az embertársainak sikerült bedobatniuk az oroszlánok vermébe. De Dániellel ott volt az ő istene, és megszabadult. És azok, akik a baját kívánták, és a baját előidézték, utána ők kerültek bajba. Tehát, ha te normális maradsz a bajok közepette, hogyha normális maradsz és hitben jársz, akkor te meg fogsz szabadulni, és azok, akik előidézték a te bajodat, lesznek ők bajban majd. De neked ezt nem kell, tehát nem átkozódott Dániel, nem csinált semmit, nem azt olvasott, hogy ki tudja, miket mondott, mert sok ember ott rontja el, hogy
bajba kerül, és átkozódik, mindent csinál, emberekkel keserű lesz, baja lesz emberekkel, tehát egyszerűen nem tud kiszakadni abból a helyzetből. Miközben, ha hitben tudná ezt végigcsinálni, és csöndbe maradna, és a hitét gyakorolja, akkor Isten megszabadítja abból a helyzetből, sőt, az, aki a baját okozza, az kerül bele abba a helyzetbe. Tehát azt mondja Dávid a 16. verszakban, pusztuljanak el az ő gyalázatosságuk miatt, akik azt mondták nekem, he-he-he-he. Tehát, hogy vannak az embernek ellenségei, tehát akik bajt okoznak neki, és azok örülnek, nevetnek, de nem tudják, hogyha te jól végigcsinálod a hited által, jól végigmész az oroszlánok vermén, átsétálsz a síralom völgyén, akkor rájuk jön az a gyalázat, amit rád akartak hozni. 17. verszak. Örülnek és örvendeznek majd mindazok, akik téged keresnek, és ezt fogják mondani mindenkor. Magasztaltassék fel az Úr, akik szeretik a te szabadításodat. Tehát látod, a bizalomban szabadítás van. Azt mondja, rólam is, noha én szegény és nyomorult vagyok, az én Uram visel gondot. Te vagy segítségem, szabadítom, ó Istenem, ne késsél. Tehát nézzétek meg, hogy Dávidnak az életébe is volt olyan időszak, amikor szegény és nyomorult volt. Pál apostol is ezt mondja, hogy megtanultam szükkölködni, megtanultam bővölködni, mindenben ismerős vagyok. Ugye Dávidról, ugye ha itt megállnánk, és azt mondják, de hát szegény és nyomorult volt, ugye mégis amikor a halála előtt nem sokkal, hát milliárdos vagyonnal rendelkezett, és például a templom építésre a saját pénzéből milliárdokat költött a Salamon templomának az építésére. Tehát látjátok, vannak időszakok az ember életében, és van, hogy meg kell tapasztalnia azt is, amikor azt mondja, hogy nem szeretem. Tehát egy olyan időszakban van, amire azt mondja, hogy nem szeretem. De mégis, ha hitben megmaradsz, akkor ezen az időszakon is át tudsz menni győztesen, győztes leszel, mert igazából a jellemeden és a jellemünkön dolgozik ilyenkor Isten, amikor nem értjük, hogy mi történik. Akkor a jellemünkön dolgozik és munkálkodik Isten, hogy ne a szüleink, az apáink, anyáinknak a személyisége, jellem, vonásai, magatartásai, beszédei, viselkedése üssön ki belőlünk, hanem a Krisztus képére legyünk átalakítva. És ezért mondja itt az, hogy a várakozás időszakában az ember jellemformálásban részesül. Tehát ezért a bizalom, tehát amikor a hittel az ember átveszi, tehát mondják olyan emberek, akik a gyógyítás szolgálatában használja őket Isten, hogy igazából sokszor nagyobb áldás az, amikor az ember nem egyből veszi át a gyógyulást, tehát nem egyik pillanatról a másikra szabadul meg, hanem egy idő telik el, mert ugye tudjátok, amikor például meggyógyult Jézus esetében is meggyógyult a Betesda tavánál az a gutra ütött ember, aki ágyban feküdt, és azt mondta neki Jézus, hogy eredj el, és ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Tehát sokszor, tehát amikor az ember egy folyamaton keresztül tapasztalja meg a szabadulást, és a gyógyulást, és nem egyik pillanatról a másikra, akkor sokszor a jelleme is, a személyisége is változni fog az embernek. Amikor hittel megragadja az ember, és egyik pillanatról a másikra átveszi az ember a gyógyulását, és megtörténik a szabadulás,
akkor sokszor megmarad az ember ugyanannak, mint aki volt, és ugyanazokat a hibákat újra elköveti, és nem tanul semmit az esetből. Viszont amikor egy folyamaton megy keresztül az ember, a szabadulását, a gyógyulását, úgymond egy terápiás kezelés alatt, tehát, tehát egy idő elmúltával tapasztalja meg úgy, hogy közben várja, várván várja az Urat, és közben tehát ebben a várakozásban megtapasztalja a béketűrést, akkor az embernek a jelleme, a személyisége meg fog változni, a lelke meg fog változni, és krisztusi emberré fog válni az ember. Tehát én most ennyit így szerettem volna elmondani a bizalommal kapcsolatban, az Úrba vetett bizodalommal kapcsolatban ezeket az igazságokat, és köszönöm, hogy meghallgattatok, köszönöm, hogy itt voltatok velem, és én ezt kívánom az életetekbe, hogy ez a várakozásod és az én várakozásom is ne ilyen csalóka legyen, csalfa, vak remény legyen, hanem meghozza a gyümölcsét az életetekbe, meghozza a gyümölcsét a várakozás, a bizalom, az Úrban való bizalom, és krisztusi jellemet hozzon mindegyikünknek az életében, és ne szégyenüljünk meg azt, hogy vártuk az Urat, és bíztunk az Úrban, és bízunk az Úrban, hanem a reménységünk, a várakozásunk, a bizalmunk meghozza a gyümölcsét, hogy a hitünknek a tárgyát megtapasztaljuk az életünkben. Én ezt kívánom az életetekbe, hogy az Úrnak a kegyelme, áldása, jósága kísérje, és Istennek a gyógyító, szabadító kenete rááradjon a családotokra, az életetekre, a testetekre, és szabadulást tapasztaljatok meg, fordulatot és győzelmet tapasztaljatok meg az életetekben, a Jézus Krisztus nevében. Köszönöm, hogy itt voltatok. Sziasztok!